A nyár folyamán sokszor aggódtak a horgászok a sóstó apadó vízszintje miatt. Mostanra szerencsére kissé jobb lett a helyzet. Én azt gondolom, hogy egy közepes vízállással közelebb a rosszhoz, mint a jóhoz, de én azt gondolom, hogy ha így marad a vízszint, akkor nem lehet túl nagy baj. Ennél volt sokkal rosszabb, volt már jobb is, de ez szerintem most jelen pillanatban olyan, amivel még egy vastagabb jégnek is neki tudunk menni, hogyha az lesz a télen. Jelenleg minimális víz található az Eperd utcai vízgyűjtő területen a víztározóban. Egy pályázati projektnek köszönhetően Kiskunhalas városa itt tudja összegyűjteni a felsőváros csapadékvizét, és ezt a vizet egy csőhálózaton keresztül juttatják el a sóstóba. Szeptemberben a nagy asszályokat követően nagyon jól jött az itt összegyűjtött víz. A szeptember közepén, azt hiszem, ha jól emlékszem, volt az a 4-5 napos eső, és nagyon száraz volt a talaj, a vízszintünk is nagyon lent volt, és amikor vége lett az esőnek, a felsővárosi csapadékvíz még egy nap, 24 óra múlva is folyt befelé a tározóba, ami folyamatosan jött át ide a sósba, tehát hatalmas segítség volt akkor is nekünk, meg amikor van csapadék, ugye az megtelítődik, azonnal jön át hozzánk, úgyhogy nagyon nagy segítség. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy annélkül már sokkal rosszabb lenne a helyzet. Én bátran telepítettem kollégáimmal együtt, persze én sose veszem csak az én hátamra, mert ugye sokan vagyunk itt a háttérben. Mindannyian úgy voltunk vele, hogy nem olyan kritikus a vízszint, mint 3-4 évvel ezelőtt. Jobbak is voltak az előrejelzések csapadék szempontjából, ha bár annak fele elmaradt mind, amit ígértek, reméljük, hogy ez most télen majd bepótolódik, de bátran telepítettünk, tehát idén is én azt gondolom, hogy jóval 100 mázsa fölött van, amit belehoztunk a tóba hal. A Halas Televízió Beszéljünk Róla című műsorában Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter beszélt arról, hogy Bányai Gábor országgyűlési képviselővel már történtek egyeztetések a homokhátság vízutánpótlásával kapcsolatban. Közeljövőben fogunk majd összehívni egy olyan szakmai tanácskozást, ahol meg tudjuk vitatni, hogy mit tudunk ennek érdekében tenni. Sajnos uniós források itt nagyon nehézkesen jönnek, elsősorban nemzeti forrásokra kell majd számítanunk, de valóban egy stratégiát kell alkotni, és a tárcákkal kell együttműködnünk ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a homokhátság problémáját. Én abban bízom, hogy a most elkezdődő munka az pár éven belül eredményeket is fog már hozni. Dobos János horgászegyesületi elnök bizakodó a tervekkel kapcsolatban. Nagyon nagy ígéreteket kaptunk, és én azért vagyok pozitív ebből a szempontból, mert amikor azt ígérték, hogy a felsővárosi csapadékvíztároló megépül, az is megépül. Tehát én nagyon pozitívan gondolom ezt az egészet, mert ha megígérték, szerintem ez is teljesülni fog. Hát is nagyon várjuk. Tehát az nekünk egy óriási segítség lenne, hogyha nem kellene többet attól rettegni, hogy kiszárad a tó.